Kína hatalmas mezőgazdasági beruházásokra készül Ukrajnában. Adták hírul a mértékadó kijevi televíziók. Pekingi lapok szerint Kína 3 millió hektár termőföldet akar szerezni Ukrajnában. A hírek szerint az egyezményt az egyik legnagyobb kelet-ukrajnai mezőgazdasági kombináttal kötötték. A tervek szerint kezdetben 100 ezer hektárt bocsátanak a kínai cég rendelkezésére, és ezt a mennyiséget fokozatosan növelik majd. Az ügylet pénzügyi részleteit nem közölték. A kijevi sajtó szerint viszont az agrárszektorba történő kínai beruházások mértéke elérheti a 10 milliárd dollárt. A podrobnosti.hu a kijevi hírportál szerint a kínaiak számára az alacsony hazai termelékenység és a hatalmas népesség miatt van szükségük a külföldi terjeszkedésre. Ezért Peking Ukrajnára, mint potenciális takarmány és étkezési gabona beszállítóra tekint. Ukrajnában szeptembertől szigorúan korlátozzák a készpénzes kifizetéseket. Az Ukrán Nemzeti Bank határozata értelmében 4 millió forintnak megfelelő grivnya felett tilos a készpénzes elszámolás, csak a banki tranzakció számít törvényesnek. A jogszabály szerint a kezelési költségeket minden bank saját hatáskörében határozhatja meg. Az emberek sérelmezik a tranzakcióval járó pluszköltségeket. A hatóságok azzal védekeznek, hogy a korlátozással az átláthatatlan pénzmozgások ellen küzdenek. Az adóhatóság ugyanis nyomon követi majd a banki tranzakciókat. Szakértők szerint az intézkedésnek köszönhetően akár 2 milliárd eurónak megfelelő grivnya is előkerülhet az árnyékgazdaságból. Emellett 15 millió euró bevételt is jelenthet a bankok számára, és a GDP 0,2%-os növekedését is maga után vonhatja. Képviselő úr, a múlt héten a legfelsőbb tanácsban ön megoszthatta gondolatait képviselőtársaival, illetve a parlamenti közvetítés révén az egész Ukrajna közvéleményével. Miről is szólt a törvényhozásban? Elsősorban az EU-val való társulási megállapodás aláírásának fontosságára, annak jelentőségére hívtam fel a figyelmet. Rámutattam, hogy Ukrajna európai integrációja egy olyan cél, egy olyan irányvonal, amely összefogja mind a hatalom, mind az ellenzék, a kormány, az egész társadalom erőfeszítéseit. Jó példázza ezt, hogy a miniszteri kabinet már jóvá hagyta a társulási megállapodást, a parlamentben pedig a képviselők eddig pártállástól függetlenül támogatták az EU integrációval kapcsolatos törvények elfogadását. Remélem, hogy Brüsszelben is hasonló a hozzáállás, hogy az Európai Unió külügyminiszterei októberben pozitív döntést hoznak a társulási megállapodás aláírásának ügyében. A parlament beregszász kapcsán is határozatot fogadott el a napokban. Legyen szíves, röviden kommentálja ezt. Örülök annak, hogy a beregszász alapításának 950. évfordulója kapcsán beterjesztett tervezetünk ellen nem szavazott egyetlen honatja sem szeptember 17-én. Jó dolog, hogy nem volt olyan vita, mint korábban Ungvár esetében. Úgy vélem, hogy annak is betudható ez, s a több mint 300 támogató szavazat, hogy felhívtuk a képviselőtársaink figyelmét arra, hogy Ukrajna Európa felé vezető útjának kapuja beregszász. Megjegyezném még, hogy a mostani parlamenti döntés egyrészt ismét bevitte a kárpátai magyarság szellemi, gazdasági, kulturális központjának nevét a köztudatba. Másrészt bízom benne, hogy ez hozzájárul ahhoz is, hogy a későbbiekben lehessen majd lobbizni Kijevben a fejlesztésével kapcsolatos kérdések mellett. Ebben az évben szinte özönlenek az ukrán felvételizők külföldre. Tömegével választják az ukrán felsőoktatási intézmények helyett az európaiakat. Jelent meg a kárpátaljai sajtóban. Ukrán oktatási szakemberek szerint ezek a felvételizők azt tartják szem előtt, hogy hol tudnak majd elhelyezkedni a jövőben, és valószínűleg már nem térnek vissza Ukrajnába. Ez pedig nagy veszteséget jelent az ország számára. Kijevi oktatási szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyetemisták kivándorlása vészjel az ukrán felsőoktatási intézmények számára. Véleményük szerint a felvételizők a jobb jövőkép mellett azért is próbálkoznak külföldön, mert a hazai egyetemeken visszaélések történnek az államilag támogatott helyekkel kapcsolatban. És jelen van a korrupció is. Ezek a negatív folyamatok pedig veszélyeztetik az ukrajnai felsőoktatási rendszert.